Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Évértékelő, sikeres éve volt Bonyhádnak, számolt be a vállalkozók előtt a polgármester. Adakozás, jótékonykodtak Paks 2 munkatársai. Karácsonyi csomagok, már osztják a nyugdíjasoknak szánt ajándékokat Szexárdon. Karácsonyi halszezon, nem lett drágább a hal az idén. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az elmúlt év eredményeiről számolt be a város jelentős vállalkozói előtt Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere. Úgy értékelte, jelentős sikereket tudhat magának a település. A rendezvényen adták át a Péterman Jakab díjat, melyet ezúttal Csibi Csaba érdemelt ki. Bonyhád város képviselőtestülete a 2019-es Péterman Jakab díjat a legsikeresebb vállalkozásnak járó elismerést Csibi Csabának ítélte oda, aki a pénzdíjat jótékony célra adományozta. A díjra járó pénzjutalmat azt szeretném felajánlani a Dózsa utcai összefogás egyesület által üzemeltetett együtt egymásért alapítvány fogyatékosok nappali intézményének. Az évértékelésen Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere részletes elemzést adott az elmúlt esztendőben végzett munkáról. Kiemelte, több sikeres pályázatnak és a helyi adóerőnek köszönhetően a város vagyona jelentősen emelkedett. A város költségvetési főösszege megközelítette a 6,5 milliárd forintot, míg a felhalmozási kiadások a 4,5 milliárd forintot haladták meg. Több mint 66%-ot tudtuk költeni az idei költségvetésből fejlesztésre, felújításra, beruházásra. Ez a szám, ez az önkormányzat életében az elmúlt 30 év alatt a rendszerváltás óta rendkívülinek mondható és egyedüli, remélem, hogy nem az utolsó. A beszámolóban szó esett az idei évben befejeződött, a még futó és a beruházások megkezdése előtt álló, de a végrehajtható tervekről, a közösségi életről, a jelentős kulturális eseményekről és Bonyhád város díjazottjairól egyaránt. Jövő júliustól átlagosan 30%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére. A tanárok megtarthatják a pedagógusi pályával együtt járó kedvezményeiket, a jubileumi jutalmat, a szabadságokat. A részleteket szabályozó kormányrendelet előkészítése még zajlik, az ágazati érdekképviseletekkel egyeztetve. A jövő évi béremelés 32 000 pedagógust érint, amelyre a költségvetés éves szinten 35 milliárd forint többlet támogatást biztosít. A júliusi béremelés átlagos mértéke 30% lesz, de mértéke egyénenként differenciált lesz. A szakmai tárgyakat tanító pedagógusok esetében ennél jóval nagyobb mértékben is emelkedhetnek. Egy egyetemi diplomával és 10 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakmai tanár illetménye a jelenlegi bruttó 300 000 forint helyett a júliusitól akár a bruttó 400 000 forintot is meghaladhatja. Egy 20 éve tanító szakoktató a jelenlegi 274 000 forint helyett 356 ezer forintot is, vagy akár többet is kereshet majd. A Tamási Caritas Egyesület javára szervezett ruhagyűjtést munkatársai között a Paks 2 ZRT. A két új paksi blokk építését koordináló projektcég munkavállalói több mint 1000 kiváló minőség ruhát adományoztak a szervezetnek, amely története során még soha ilyen nagyságrendű adományt egyszerre nem kapott. A ruhanemű közvetlenül rászoruló családokhoz került, illetve a közmunkásoknak és a Tamási Roma Önkormányzatnak juttattak belőle. A Paks 2 ZRT nél rendszeresek a karitatív akciók, véradások, gyűjtések. A Paks 2-nek nagyon fontos, hogy a régióban minél többet tudjanak magáról a cégről is, illetve magáról a projektről, de ezen kívül nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik tudnak segíteni, azok tegyék is ezt meg.
E gondolatok ösztönözték a Paks 2 ZRT kollektíváját abban, hogy ruhagyűjtést szervezzenek a Tamási Caritas Egyesület számára. Az ilyen is hasonló akciók rendszeresek a projekttársaságnál. Ezek során arra törekszenek, hogy a valós igényekre reagáljanak. Olyan szervezeteket keresnek, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a nehéz helyzetben élőkkel, és ismerik a problémáikat. Így esett a választás idén a Tamási Caritas Egyesületre, amelynek több mint 1000 kiváló minőségű használt ruhát adott át a Paks 2 ZRT munkatársai nevében Mittler István kommunikációs igazgató. Meg kell vallanom, hogy hasonló még nem történt az életünkben korábban. Természetesen az itt élők és a környéken élők hoznak szinte naponta adományokat, de ilyen nagyságrendben még nem volt erre példa. Úgyhogy nagy volt az öröm, és egyben a gond is, mert tárolási lehetőségeink behatároltak, tehát nem tudtuk, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, de mára már megvan a forgatókönyv, tudjuk, hogy hova fogjuk továbbítani, kinek fogjuk adni. A ruhanemű egy része közvetlenül rászoruló családokhoz került, de a közmunkásoknak és a Tamási Roma önkormányzatnak is juttattak belőle. Legalább annyira jó és öröm adni, mint amennyire örülnek azok, akik kapják az ajándékokat. Az év folyamán több alkalommal volt gyűjtés, amikor országos akciók is voltak, hogy egy-egy beteg gyereknek a gyógyítására gyűjtöttünk össze pénzt, valamint az idén még a kollégák úgy döntöttek, hogy novemberben tettek egy javaslatot, hogy használt ruhát gyűjtsünk a munkatársainktól. Több mint 1000 ruhadarabot gyűjtöttek össze a kollégák és hoztak be jó két hét alatt. A Paks 2 ZRT nagy hangsúlyt fektet a karitatív tevékenységekre, rendszeresek a véradások, adománygyűjtések. Korábban a Tolna megyei Balassa János megyei kórház gyermekosztályán fekvő betegeknek a Paks kistérségi szociális központ családsegítő szolgálata rászoruló ügyfeleinek is gyűjtöttek. Idén pedig csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez is, amely során gyermekotthonokban élő gyermekeket ajándékoznak meg. December 16-áig le kell adniuk igénylésüket azoknak az egyetemi és főiskolai hallgatóknak, akik visszamenőleg szeretnék megkapni az egész első fél évre járó 350 000 forintos szabad felhasználású diákhitelt. Aki december 16-áig igényli visszamenőleg a teljes első szemeszterre a szabad felhasználású diákhitel egyet, annak 2020. január 15-éig érkezik meg a számlájára az összeg. Későbbi igénylés esetén csak március közepén folyósítanak. A felvehető hitelösszegek a szabad felhasználású diákhitel egy esetében képzési formától függetlenül havonta maximum 70 000 forint, a kötött felhasználású diákhitel 2 felvehető maximuma az igénylő képzési költségének összege. Közös önkormányzati hivatalt hozott létre Tolna és Fácánkert, az erről szóló előterjesztést csütörtökön az idei utolsó közgyűlésükön fogadták el a tolnai önkormányzati képviselők. A közös tolnai hivatal január 1-től áll fel. A döntés értelmében két fácánkerti önkormányzati ügyintéző az új hivatal alkalmazottjává válik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy önkormányzat működik továbbra is Fácánkertben és Tolna városában is, és a hivatali ügyeket fogjuk közösen végezni, tehát a jegyzőasszony és az aljegyzőasszony vezetésével megy tovább a munka. Reményeim szerint legalább olyan magas színfodalon lesz Fácánkerten is ellátva ez a feladat, mint ahogy Tolnán is. Mini melegházban termesztett kábítószert egy dunaszentgyörgyi fiatal férfi. A termesztőhelyiséget egy szobában alakította ki egy szekrénysor mellett. A férfit végül valaki feljelentette, így bukott le. A házkutatás során a rendőrök több tő kanabiszt és kábítószer előállítására alkalmas eszközöket lefoglaltak a férfitől, aki nem tagadta, hogy bűncselekményt követett el. A paksi rendőrkapitányság munkatársai a fiatalembert előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A bűncselekmény elkövetését a 21 éves dunaszentgyörgyi férfi elismerte. Az eljárást a paksi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya fogja lefolytatni.
Óvodásoknak tartottak játékos bűnmegelőzéssel foglalkozó előadást a Dombóvári rendőrkapitányság munkatársai. A rendőrök bemutatták az egyenruhájukat, a jelvényüket és a többi felszerelésüket. De rendőr Robinak, Rossz Csont Rozinak és Rossz Csont Ricsinek, a programsorozat kesztyűbáb figuráinak is jutott szerep. Elkezdték kiosztani Szekszárdon a városban élő nyugdíjasoknak szánt karácsonyi ajándékcsomagokat. A Tolnai megyeszékhelyen idén több mint 4000-en regisztráltak az önkormányzat ajándékára. Egy gyors aláírás, és át is vehették a szekszárdi nyugdíjasok a helyi önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját. A városban harmadik éve hagyomány, hogy a helyi önkormányzat főleg tartós élelmiszert tartalmazó csomagokat ad azoknak a szépkorúaknak, akik előzetesen regisztráltak. Szekszárd egyébként Idős-Balát település díjat kapott, ez egy lehetőséget is és kötelezettséget is jelent nekünk. Azt elismeri egyik oldalról, hogy sokat teszünk az idősek kedvéért, itt a képzéstől az idősek napján keresztül sok minden történik. A nyugdíjasoktól évről évre egyre több regisztráció érkezik. A csomagokat ezért idén név szerint ABC sorrendben több nap alatt osztják ki. Tavaly például 3700 regisztráció volt, most már 4430 volt eddig az idei esztendőben. Tegnap kezdtük el kiosztani csomagokat, 765-en már elvitték. Úgy nagy sikernek örvend, ez pedig köszönhető annak is többek között, hogy a csomag összeállításánál kikértük az időseknek a véleményét, és az első év után úgy lehet összeállítva a csomag, hogy aki ajándékra szeretné használni, az is tudja használni, aki otthon szeretné felhasználni, ő is talál benne alapvető élelmiszereket. A karácsonyi csomagokat a tervek szerint december 23-áig veheti át valamennyi regisztrált szekszárdi nyugdíjas. Nagyon drágultak egy év alatt a zöldségek és a gyümölcsök a KSH adatai szerint. A gyümölcsök átlagosan 29,4%-kal lettek drágábbak idén a tavaly októberi felvásárlási árakhoz képest. Az almára 43,5%-kal, a körtéjé 37%-kal, az őszi baracké viszont csak 4,8%-kal lett a tavaly októberinél magasabb. A paradicsom felvásárlási ára viszont 9,8%-kal, az uborka 21,5%-kal, a karfiol 28,7%-kal, a sárgarépa 9,5%-kal alacsonyabb volt a tavainál. A vöröshagyma 3%-kal, a fejes káposzta 7,9%-kal lett olcsóbb. A zöldbab ára ugyanakkor 160,8%-kal megugrott az ehhez képest szolíd 15,3%-os szeptemberi drágulás után. Nem lett drágább a hal az idén, a vásárlók tavalyi árakon juthatnak halhoz az üzletekben országszerte. A szekszárdi halas üzletek vezetői azt mondják, Tolna megyében nagy népszerűségnek örvendenek a halételek. Nem csak az ünnepekre korlátozódik a halfogyasztás, de természetesen karácsony előtt 30%-kal ugrik meg a fogyasztásuk. A Magyarországon elfogyasztott halmennyiség 70%-a ponty. Tolna megyében is ezt a fajtát keresik a vásárlók a leginkább, de az országos tendenciától eltérően a térségben nem csak az ünnepekre korlátozódik a halfogyasztás. Hogy mi lesz belőle ez? Azt nem tudja? Nem. Akkor nem karácsonyra vettem? Nem. Azt még ráérek a jövő héten is. Így a karácsony közelettével több evő érdeklődött a halárak felől. Tervezik az ünnepi menüt és beszerzik a hozzávalókat. Kettel leszünk, úgyhogy 2 kilót. 2 kilót? Mondjuk? Igen. Igen. Mi fog belőle készülni? Halásznő. Sikeres évet zárhatnak a hazai haltenyésztők. A tavalyihoz képest 3-5%-kal növekedett a haltermés, mivel kedvezőek voltak a hidrológiai körülmények és a nyári hőmérséklet. Ez pedig azt eredményezte, hogy maradtak a tavalyi halárak. Nem lett drágább a halászté alapanyaga, mondja Binder Zoltán üzletvezető. Nem változott az ár semmit, ugyanannyi, mint tavaly. Az mennyi? 1160 élvel pont, 1340 tisztítva, harcsa 2500. Egy korábbi felmérés szerint a Dél-Dunántúlon igen magas, mint egy 76%-a a halfogyasztók aránya. Ezt tapasztalja az üzlet vezetője is hozzátéve, az év utolsó hónapjában jön a legtöbb vevő. Itt Tolna megyére ez nem vonatkozik egészen, mert azért hétközben is ugyanúgy fogyasztanak halat, hát de akkor meg háromszorozódik a vásárlás. Decemberben? Igen.
A magyarországi halfogyasztás folyamatosan nő, míg a rendszerváltáskor egy ember 2,8 kg-nyi halat fogyasztott egy évben, az egyfőre jutó éves mennyiség a múlt évre 6,7 kg-ra emelkedett, de ez még mindig messze van a 22 kilós uniós átlagtól. Regionális híreink következnek. 60 éves a pécsi hőerőmű, emlékezés a múltra, bepillantás a jövőbe a fenntarthatóság jegyében. 14 pécsi tanuló lépett színpadra a Kodály Talent döntőjében, cél a tehetséggondozás. Neymar és csapattársai is segítenek a balesetet szenvedett fiú egyesületének, jövő péntekig lehet licitálni a mezre. Pécs Magyarország első olyan megyei jogú városa, ahol a távfűtéshez felhasznált hőenergia teljes mértékben megújuló forrásból származik, azonban ehhez 60 év munkája és fejlesztései kellettek, amiről csütörtökön hallhattak az érdeklődők a létesítménylátogató központjában. Ezen kívül tudományos előadás szólt arról, miért fontos csökkenteni az emberi tevékenység, így az energiatermelés széndioxid kibocsátását földünk érdekében. Energiatermelés és fenntartható fejlődés, ezzel a címmel tartott előadást az éghajlatkutató a pécsi hőerőműnél csütörtökön. A széndioxid mérleg, ami közvetlenül az energiafelhasználáshoz kötődik, nagyon jó hírekkel szolgált 2014 és 16 között. Látható, hogy a világ széndioxid kibocsátása stagnált. De 17-ben 2%-kal, 18-ban 2,7%-kal újra nőtt. Most nem ezekkel a 2%-okkal van az igazi baj, hanem azzal, hogy ha nem nevelkedne, akkor is ez 70%-kal több, mint amit a természet fel el tud nyelni. A széndioxid üvegházhatású gáz, vagyis ha a légkörben marad, akkor emeli a Föld légkörének hőmérsékletét, ami a jégsapkák olvadásához, a tengerszint emelkedéséhez vezet, illetve visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, ami a bolygó élővilágára katasztrofális hatással lesz. Ezért kell csökkenteni a széndioxid kibocsátást, amire a pécsi hőerőmű is törekszik. Megtörtént a tüzelőanyagváltás, beléptünk az Európai Unióba, szigorúbb környezetvédelmi normák tartoztak az erőműre, és innentől kezdve földgáz és biomassa tüzelésre álltunk át. Ez egészen 2013-ig folyt, amikor is szinte 100% biomassa, azaz megújuló energiaforrás alapúra helyeztük az erőmű üzemét, ezzel széndioxidmentesítettük az erőmű tüzelőanyag fajtáit. A hőerőmű tovább halad ezen az úton, mondja vezérigazgató. A Mecsek Mix nevű tüzelőanyagot most kezdtük el december hónapban hasznosítani az erőműbe. Ez egy tulajdonképpen egy régióban keletkező olyan tüzelőanyagfajta, amely a hulladékfeldolgozásnak egy olyan terméke, amely csak és kizárólag tüzelési célú tüzelőanyagot biztosít számunkra. Ezzel elindultunk a körkörös gazdasági modell egy újabb növekvő eleme felé, amikor is a régióban keletkező további tüzelőanyagokat hasznosítjuk a régió energia hordozóinak felhasználásával. Idén 60 éves a pécsi hőerőmű. Ebből az alkalomból tartottak előadásokat a Zöld Zóna látogatóközpontban. Itt bemutatták, hogyan lett a hajdani szénerőműből Közép-Európa legnagyobb biomassa tüzelésű energetikai létesítménye. Ma 31.500 lakásnak és 460 közintézménynek biztosítják a távfűtéshez szükséges hőenergiát. Idén második alkalommal rendezték meg a Kodály Talent elnevezésű eseményt. A tehetségkutatót 4 pécsi kollégium szervezte, a döntőben 14 tanuló állt színpadra, többek között énekes, zenés és táncos produkciókkal. A verseny végén arany, ezüst és bronz minősítésben részesítették a diákokat. Énekes, zenés és táncos produkciókat láthattak azok, akik ellátogattak a Kodály Talent elnevezésű rendezvény döntőjére. Az idén második alkalommal megrendezett tehetségkutatóban pécsi kollégiumokban lakó tanulók vettek részt. A diákotthonokban szervezett egyéni selejtezők után most minden intézményből 5-6 versenyző állt színpadra. A szervezők szerint a megmérettetés célja kettős. Amikor engem megválasztottak kicsivel több mint egy éve, akkor kettő fontos célt tűztem ki magam elé, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy a jótékonykodás és a tehetséggondozás, ami kollégiumunk diákönkormányzatának elsődleges célja.
és tavaly ugye, amikor először összehívtuk ezt a Kodály Talentet, akkor a tehetségek felkutatása, ápolása volt a cél, és ezt folytattuk idén is. A 14 döntős produkciót egy 4 tagú zsűri értékelte. A bírák között foglalt helyet a tavalyi verseny győztese is, aki zongora játékával érdemelte ki a díjat. A Por fiatalkora ellenére már darabok komponálásával is foglalkozik, idén pedig nagy örömmel vett részt a zsűrizésben. Tavaly beneveztem erre az elsőként megrendezett versenyre. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz, nem gondoltam egyáltalán, hogy nyerni fogok. De hát így alakult, hát nagyon örültem neki elsősorban, és idén is szerettem volna jelentkezni, de nem engedtek, mert hogy valószínűleg megint csak nyertem volna. Úgyhogy most így tudok helyet foglalni a zsűri közt. A fellépő diákok arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a verseny végén, egy tanuló pedig a közönségdíjat kaphatta meg. A döntősök egyébként a Gandhi, a Református, a Ciszterci és a Kodály kollégiumból vettek részt a megmérettetésen. A juh és kecskehús fogyasztását ösztönző kampányt indít a kormány. Míg az uniós fogyasztási átlag fejenként 2,3 kg, addig hazánkban a 30 dekát sem éri el, pedig például a bárány húsa omlós és egészséges. Somogyban is tenyésztik a juhot, de főként a külföldi piacon keresik leginkább az élő állatot. 500 birka él Paládi Vince gazdaságában, mint mesélte, egész évben keresett a juh. Mi tenyésztők, most én is átálltam arra, hogy egyszer elletek egy évbe csak tavasszal, hogy kevesebb legyen a meló, a bevétel azt lehet mondani, hogy ugyanannyi. Most éven át úgy tartja magát a bárányár, az ár véget igazából nem panaszkodunk. Elsősorban külföldre szállítják a tenyésztőtől az élő állatot, főként Nyugat-Európába. A többség ott a nagyobb súlyú állatot keresi, de a kisebb bárányoknak is megvan a piaca. A 20-24 kilós bárányt 1080 forintos kilónkénti áron veszik át a felvásárlók. Kis súlyú bárányt azt az olasz piac vette föl eddig, azt talán most bármennyi mennyiséget el lehetne adni, ha lenne, most... Ősz ez olyan szezon, hogy ilyenkor kevés bárány van. Az élő állatok 90%-át exportálják, azonban a belföldi fogyasztás elmarad az Európai Uniós átlagtól, amely fejenként 2,3 kg évente. Hazánkban ez a 30 dekát sem éri el. Ezért is indít a juh és kecskehús, valamint a tejtermékek fogyasztását ösztönző kampányt a kormány, amely a támogatás politikai eszközeivel a jobb, minőségibb termékek előállítását is ösztönözné. Egy női válogatott Messi és Neymar, valamint az összes csapattársa által aláírt Paris Saint-Germain Messit bocsátott licitre a pécsi sportoldalese, december 22-én pedig nemzetközi leánylabdarúgó tornát szervez. Az egyesület így próbál meg segíteni a tavaly balesetet szenvedett játékos Gergely Áron gyógykezelésének támogatására. A tavalyi jótékonysági tornán csaknem 600 ezer forint gyűlt össze. Bolboaka Agustin azt a videót mutatja éppen, amit Gergely Áronnal közösen készített. Az edző hetente meglátogatja egykori tanítványát, aki edzésre sietett tavaly szeptemberben, amikor elütötte egy autó. Áron olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy fél évig kómában volt. Tavaly több mint 500 000 forint gyűlt össze azon a jótékonysági tornán, amit a pécsi sportolda szervezett a kisfiú családja megsegítésére. A hadcsapatos lány tornára még Bukarestből is érkeztek focisták. Idén december 22-én lesz a torna, de addig is lehet licitálni két nem is akármilyen mezre. Jövő péntek délig van a határidő, és van egy magyar női labdarúgás olajt játékosok mezünk. Köszönet a Marco Edina szövetségkapitán, és van egy Paris Saint-Germain Olaert játékos, minden játékos rajta, Neymar, meg Cavani, meg a többiek, ami a Tom Kános, meg a Löw sört köszönhető került nálunk. Áront többször elhozta már édesanyja a sportoldába, ahol mindig kitörő lelkesedéssel fogadják. Idén a jótékonysági tornán már ő is ott lesz nézőként. A kezelés a legfontosabb, mert bekerülni ilyen klinika, ahová kicsit más segítséget fog tudni kapni, azért kellene az anyu segítség. Mellettem még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy 22-én jönnek az emberek is találkoznak az Áronnal. Szeretettel az nem lehet potolni semmivel. A jótékonysági torna december 22-én délelőtt a csoportmérkőzésekkel kezdődik, 13 órakor lesznek a helyosztók. 14 óra 20 perckor a tervek szerint a Sportolda All Stars az MLS Baranya megyei igazgatóságának csapatával játszik gála mérkőzést. Ezután kapják meg a licit nyertesei a mezeket, majd 15 óra 15 perckor kezdődik a torna döntője. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó.
Évértékelő, sikeres éve volt Bonyhádnak, számolt be a vállalkozók előtt a polgármester. Adakozás, jótékonykodtak Paks 2 munkatársai. Karácsonyi csomagok, már osztják a nyugdíjasoknak szánt ajándékokat Szekszárdon. Karácsonyi halszezon, nem lett drágább a hal az idén. Hétvégén alapvetően borongós idő lesz, nem kizárt szemerkélő, szitáló eső előfordulása sem. A gyenge légmozgás mellett fokozódhat a párásság, nő a köthajlan. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!